Polgáris Intézmény és Konyha vezetőjeként szeretettel köszöntök minden jelenlévőt. A mai a Napközi Otthonos Konyha belső felújítása elnevezésű projekt záró rendezvényén. Megkérem Molnár József urat, Csabacsüd nagyközség polgármesterét, hogy köszöntse az egybegyűlteket és tartsa meg beszédét. Tisztelt vendégeink, kedves jelenlévők! A Csabacsüd nagyközség önkormányzatának képviselőtestülete nevében tisztelettel köszöntöm Önöket. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Dankó Béla országgyűlési képviselő urat, Gár Roland urat, a Békés megyei kormányhivatal szarvasi járási hivatalának hivatalvezetőjét. Tisztelettel köszöntöm Szakács Jánosné asszonyt, Örménykút polgármesterét, Brolás János urat, a Kardos polgármesterét, Bibánszki Péter urat, Gondorosváros polgármesterét. Tisztelettel köszöntöm intézményeink vezetőit, a képviselőtestület tagjait, a település jegyzőjét, illetve aljegyzőjét, valamint megjelent kollégáinkat a mai ünnep ez a mai nap településünk életében, mert minden olyan esemény ünnep, amikor egy-egy felújítást átadhatunk. A Napközi Otthonos Konyha belső felújítása a Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium étkeztetési fejlesztések című pályázata eredményeként valósulhatott meg. Nagyon vártuk már ezt a lehetőséget, mert az 1981-ben átadott konyha, ami akkor nagyon modern és nagyon szép fejlesztés volt, napjainkra azonban veszített varázsából és bizony felújításra szorult. Annak idején 38 éve nagy lépés volt a Dózsa utca 5-ös szám alatti akkori óvodában működő konyha átköltöztetése ide az általános iskola mellé. Az évek múlásával azonban egyre több elektromos gép berendezés került beüzemelésre, és a régi vezetékrendszer már egyre kevésbé bírta a terhelést, a belső felületek megfogtak, elhasználódtak, az épület is állaga megrombolt. Engedjék meg, hogy néhány szót szóljak a fejlesztésről. A fejlesztés kapcsán igényelt támogatási összeg 22.769.926 forint volt. Önkormányzatunk ehhez saját erőként 1.198.418 forintot biztosított. A fejlesztés keretében a konyha, valamint a konyhához tartozó helyiségek, úgy mint a hús és zöldségelőkészítő, folyosó, fehér és fekete mosogató fal és padlóburkolat cseréjét, illetve az ebédlő padlóburkolatának cseréjét, a belső villanyhálózat teljes felújítását, 8 kW-os napelem telepítését valósítottuk meg ennek folytán. Lehetőség nyílt eszközbeszerzésre. Az eszközbeszerzés keretében az ebédlőbe 25 darab asztalt, a konyhában, valamint a konyhához tartozó helyiségekbe hűtőszekrényeket, fagyasztóládát, burgonyakoktatót, dúsdarálót, lábasokat, ételszállító badellát, olajsütőt, nagy teljesítményű gázsámolyt, főzőüstöt, egy kombinált motorikus alapgépet állványal, ahhoz szeletelőt, kockázót, passzírozó segédgépet, kísérező segédgépet, mákörlőt, húsörlőt, habverőt, bajkeverőt, nem bajkeverőt, bajkeverőt, segédgépet, dagasztó segédgépet és húselőkészítő asztalt, polcokat, két medence és mély mosogatót sikerült vásárolnunk. Köszönöm a kivitelezésben a Grandbau építőipari és kereskedelmi Kft. Munkatársainak, a villanyszerelésben Urbán Márkó és Urbán János munkáját,
a műszaki ellenőrzést végző kontrollcentrum tevékenységét. Köszönöm a pályázatban nem szereplő, egyéb, járulékos, de szükséges munkák elvégzését a karbantartó brigád munkatársainak. Ilyen volt a csatornatönkök cseréje, a vízvezetékek, fűtéscsövek kiváltása és az új távolóablaknak a kialakítása többek között. Elismerés illeti a festési munkákban, takarításban közreműködő konyhai dolgozókat és a közmunkásokat. A pályázat pénzügyi és adminisztrációs lebonyolításában köszönetet mondok a közös önkormányzati hivatal dolgozóinak tevékenységükért. Végül, de nem utolsó sorban köszönet illeti a képviselőtestület támogatását a pályázattal kapcsolatban, ugyanis egyhangú döntéssel indultunk el, vállaltuk a fejlesztéshez szükséges önerőt, és együtt ünnepelhetünk önökkel a mai napon. Én kívánom, hogy az intézményt az itt dolgozók, illetve az azt igénybe vevők használják egészséggel, az itt étkezők, illetve innen étkezők, legyen az gyermek vagy felnőtt. Kívánom, hogy fogyasszanak finom ételeket, ehhez kívánok jó étvágyat, az itt dolgozó konyhai alkalmazottaknak pedig eredményes és sikeres munkát kívánok. És engedjék meg, hogy a folytatásról még szóljak egy gondolatot. A területfejlesztési operatív programban pedig a nyilvánzárók cseréjét és az épület hőszigetelését kívánjuk megoldani, valamint egy 5 kW-os teljesítményű napelemet szeretnénk még felszerelni. Mindezt kiegészíti a használati meleg víztermeléshez a napkollektornak a telepítése. Remélem, hogy a jövő év első felében ez a pályázatunk is megvalósul, és reményeim szerint ismét itt állhatunk az átadásnál. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Felkérem Dankó Béla országgyűlési képviselő urat köszöntőjének elmondására. Igen, tisztelt polgármester, szóval polgármester urak, hivatalvezető, tisztelt képviselőtestületi tagok, intézményi dolgozó, tisztelt a csalacsüdiek, nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit a mostani átadó ünnepségen. Eltelt egy ciklus, egy önkormányzati ciklus, ilyenkor talán érdemes egy pici számvetést tennünk az elmúlt időszakról, az elmúlt évekről, itt Csalacsüdön is. Egy ilyen átadás kapcsán. Én azt gondolom, hogy Csabacsüd egy nagyon kedves, nagyon élhető, nagyon szerethető település, és látom azt, hogy a itt élők, a csabacsüdiek így is gondolják, hiszen annak ellenére, hogy nagyon vonzó közelségben van egy olyan város, mint Szarvas, amely szintén egy gyönyörű, szép város, élhető város, ennek ellenére a csabacsüdiek, még ha sokan Szarvason is dolgoznak, ragaszkodnak a szülőfalukhoz, ragaszkodnak a településükhöz, és nem költöznek át Szarvasán, inkább innen átjárnak dolgozni. Ez azt jelenti, hogy igenis Csabacsüd egy szerethető és kitűnő település, amely azonban az elmúlt évtizedekben talán egy picit a fejlesztéseknél lemaradt, akár a városokhoz képest, akár más településekhez képest. Jó volt azonban az elmúlt néhány esztendőben ide járni Csabacsüdre, hiszen azt láthattuk, hogy sorra épülnek új fejlesztések, sorra újulnak meg az itteni intézmények, sorra újulnak meg azok az épületek, amelyek a helyieknek szolgáltatnak, amelyek azt a célt szolgálják, hogy a helyi emberek közérzetét javítsák, a helyi emberek komfortérzetét javítsák, életminőségét javítsák. Én azt gondolom, hogy a helyi képviselőtestületet dicséri az, hogy kisebb és nagyobb pályázatokra egyaránt lelkesítették a pályázataikat, hiszen nem csak a terület és településfejlesztési operatív programban vannak nyertes pályázatai a településnek, és vannak fejlesztési elképzelése a településnek, hanem ebben az esztendőben elindult faluprogramban is aktív a település.
ami azt jelzi, hogy a település vezetése, a képviselőtestület, polgármester úr igyekeznek a helyieknek minél komfortosabbá tenni ezt az egyébként is nagyon kedves kis település. Jó volt, még egyszer mondom, ide járni az elmúlt években, hiszen több száz millió forint az, amit elköltésre került az elmúlt időszakban, és csak néhány példát kiemelve, hogyha átnézek a túloldalra, akkor az iskola megújulhatott, sportfejlesztés valósult, meg konyhai fejlesztés, lehet sorolni ezeket a fejlesztéseket, amik mind-mind az elmúlt időszak munkáját dicsérik, és annak a gyümölcse. Én szívből gratulálok a helyieknek, szívből gratulálok a csamacsüdieknek ezekhez a fejlesztésekhez. Kívánom azt, hogy hasznosítsák minél tovább, hiszen ez azt fogja jelezni, hogy a következő generációk is igyekeznek majd itt megmaradni, csamacsüdön itt élni, és kihasználni a mostani csamacsüdiek által megépített és felújított létesítményeket. A kormány is igyekszik nyilván támogatni a vidéki településen élőket, és sok-sok olyan támogatás van, amely ezt a célt szolgálja. Mindegyiket nem szeretném felsorolni, de nyilván vannak olyanok is, amelyek egy konyha átadáshoz kapcsolódnak. Nagyon fontos, én azt gondolom, elmondanunk azt, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek étkeztetése, az például megoldott Magyarországon, hála Istennek nem lehetséges az ma már Magyarországon, hogy éhes gyermek legyen az iskolában, hiszen a 2010-es kormányváltáshoz képest megháromszorozódott az a támogatás, amit a kormány biztosít a költségvetésében az ingyenes gyermekétkeztetésre. Az akkori 27 milliárd forinthoz képest az idei költségvetésben már 80 milliárd, a jövő évben pedig 82 milliárd forint áll erre rendelkezésre. Ez azt jelenti, hogy minden rászoruló gyermek ingyenesen étkezhet, és a nyári időszakban is ez megoldott. Ugye maga a létesítmény, maga ez a konyha, ez nem csak az iskolásoknak, óvodásoknak, hanem az időseknek is főz, de azért legnagyobb mennyiségben a gyermekeknek állítja el az ételeket. Itt is lehetne sorolni például az oktatásra szánt támogatást, ahol 465 milliárd forinttal több áll rendelkezésre oktatásra például a idei költségvetésben, mint a 2010-esben. Ez egy óriási szám. Hála Istennek a gazdaság teljesítő képessége az folyamatosan nő, javul, és a kormány igyekszik minden területre visszaforgatni ezeket a forrásokat, hogy lehetőség szerint mindenhol jobb életminőségben éljenek, így Csabacsüdön is az emberek. Én még egyszer szívből gratulálok ehhez a fejlesztéshez is, az összes többihez is, az elkövetkezendőkhez is. Nyilván ígéretet teszek majd a továbbiakban is igyekszem segíteni azokat a fejlesztési elképzeléseket, amik megfogalmazódnak itt a csabacsüdiekben, a csabacsüdi képviselőtestületben, hiszen a helyieknek senkinek nem tudja jobban, hogy mire van szükségük. Bízunk benne, hogy jövőben is még sok ilyen átadó ügyességgel állhatunk itt a csapatunk lehetőségben. Köszöntöm Babák Mihály urat, Szarvasváros polgármesterét, aki idősödben megtisztelte rendezvényünket, köszönjük neki. Felkérném Gál Roland urat, a Békés megyei kormányhivatal szarvasi járási hivatalának vezetőjét, hogy hozta meg benne gondolatot. Köszönöm szépen, megígérem, hogy már nagyon rövid leszek, hiszen képviselő polgármester mindent elmondta előttem, én is nagy köszönetettel köszöntöm Önöket. Annyit szeretnék talán ehhez hozzátenni, hogy egy konyhának egy kis település életében sokkal több jelentősége van, mint egy élelmiszer kiszolgálás. Én két településhez is, két kis falhoz is kötődök gyerekkoromtól. Az egyik itt van Békés megyében, a másik Bácsiskun megyében, nagyszüleim révén. És nagyon jól tudom azt, hogy egy konyha, egy étkező nem csak az étel kiszolgálását jelentett, hanem közösségi tér is mindig egy település életében. Egy olyan közösségi tér, ahol az emberek beszélgetni tudnak, találkozni tudnak, gondolatot tudnak cserélni, ismerkedni tudnak. És tudom jól, hiszen polgármester úr többször hívott minden évben Csabacsüdre, különböző rendezvényekre, hogy ez a konyha bizony ilyen
nagyon fontos közösségi tér funkciót is ellát. Én kívánom azt, hogy nagyon sok közösségi élményt éljenek meg itt a kevacsüldiek, amely összekovácsolja és egyben tartja továbbra is őket. Használják egészséget, ezt kívánom, ezt a helyet. Köszönöm. És akkor lezárva egy dolgos időszakot és megnyitva egy újat, felkérném Dankó Béla urat, Kár Roland urat és Molnár József urat, hogy adják át az intézményt, és várják át.